Ön ezzel elismerte, hogy a miniszterelnöksége alatti másfél-két évben hazudott ennek az országnak? Egy picikét próbáljunk meg csipettel elvontabban. Békeidőben a tanácsadó éhen hal. Válságban pedig hülyére keresi magát. De azt állított, hogy a kabinet behazudja Brüsszelnek a költségvetési számokat. Nem én állítom. Amit a bal oldalon látsz, a kormány támogatottsága, ami a sajtónak kiment. Ez pedig a valódi, amit nemrég mértünk. Miniszter úr, Endre Zoli. Jó lenne tudni, a titok miniszter miért rongyolt be olyan feszülten éjjel. Jó, ezt hagyjad. Mit akarsz? Hogy elmondjam, amit tudok? Vagy hogy bemutassalak olyanoknak, akik még többet tudnak? Csak hozasd ki a testvéremet, nem csinált semmit. Tudod, hogy bízhatsz bennem. Tudod, hogy bízom, de ez most nem erről szól. A beszéd a Balatonöszödön hangzott el egy szocialista frakciülésen és a Magyar Rádió honlapján jelent meg. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Ne fúrd meg életem sztoriát. Jó, ha azt mondanám, hogy engem is érdekel, hogy volt ez a szivárogtatás, akkor hogy csinálnánk? Ismered őket? Ebben az országban csak úgy lehet bármit is elérni, ha ott vagy velük a tárgyalóban. Hús! Hús! Ez is tervben volt. A Fidesz nagygyűléssel kapcsolatban telefonálok. Bomba fog robbanni.